Nagy tisztelettel köszöntöm az újbor ünnepén a mai rendezvény a Dunabor régió, illetve Soltvadkert rendezvényen megjelenteket, a szőlész, borász társadalom színe javát. Az elnökséget természetesen köszönöm Font Sándor képviselőtársamnak, elnök uramnak, hogy újra meghívtak, polgármester úrnak, akinek jobbulást kívánok. Nem is tudom, hogy ebből a 7 rendezvényből 4-en biztos, de lehet, hogy 5-ön itt voltam, és köszönöm, hogy újra megtiszteltek a bizalmukkal, illetve, hogy érdeklődnek az előadás iránt. Igyekeztem fölkészülni tisztességesen. Természetesen a szőlőborágazatról fogok beszélni, hogy mi a helyzet, de engedjék meg, hogy előtte önző módon azért a mezőgazdaságról néhány dolgot mondjak, hogy hogyan is állunk. Már csak azért is, mert valamennyien, akik itt a mezőgazdaságban, illetve a mezőgazdaságért dolgozunk, büszkék lehetünk azokra az eredményekre, amit itt föl fogok villantani. Ugye 2013-ban állt újra növekedési pályára a magyar gazdaság, akkor 1,5%-os volt a növekedés, és ebben a növekedésben a magyar mezőgazdaság döntő szerepet játszott, hiszen 15%-kal tudtuk növelni a mezőgazdaság bruttó hozzáadott értékét, és ez azt jelentette, hogy az 1,5%-os nemzetgazdasági növekedésből 0,6% pontot mi tettünk le a nemzetgazdaság asztalára. Sokan mondták azt 2014, főleg évelején, hogy lehetetlen lesz a 13-as jó eredményt megismételni. Erre rácáfoltunk, hiszen 2014-ben is közel 13%-os növekedést produkált a mezőgazdaság, és újra 0,6% ponttal járultunk hozzá, egyébként az Unióban rekordnak számító 3,6%-os növekedéshez. Ezzel persze igen magas bázist hoztunk létre a 13 és 14 év után, és hát az időjárás se volt olyan az idei évben, nem csak a jégverés miatt, amit Soltvadkerten, illetve Bács-Kiskun megyében, illetve Szabolcs-Szatmár megyében is nagyon komoly károkat okozott, hanem a nyári időjárás, a hőhullám miatt, ugye 5 komoly hőhullám volt az idei nyáron. A meteorológiai szolgálat 1901 óta méri a különböző hőmérsékleti adatokat. Az idei év a forró napok tekintetében 1901 óta a harmadik legforróbb nyár volt. Láttam egy unió által készített térképet, ahol ezeket a forró napokat különböző színekkel jelölték. Magyarország, illetve azon belül is a Nagyalföld, az ugyanolyan színnel került be erre a térképre, mint az Ibériai félsziget vagy Közép-Olaszország. Tehát így kell nézni a 15-ös eredményeket, hogy a magas bázis, illetve az időjárás, tehát úgy néz ki, hogy csökkenés lesz az ágazatban, de én szerintem nem akkora, mint amit itt fél évkor a KSH jósol. Alapvetően most már a kukorica kint levő része még azért van jó néhány 100 000 hektár kukorica kint, az fogja meghatározni, hogy végül is a mezőgazdaság idei teljesítménye az milyen lesz majd, de szégyenkezni nem lesz szokunk. Az ágazat kibocsátása látható 2010-től az előző év eredmények. Lehet látni, hogy egyértelmű és dinamikus a növekedés. A 2010 évhez képest több mint 40%-os volt az ágazat kibocsátásának az emelkedése, és 2014-ben rekordértéket értünk el. Szintén kedvezően alakultak a mezőgazdaságban a beruházások, lehet látni szintén, hogy folyamatos az emelkedés 2010 óta. Ugye tavaly 320 milliárd volt a mezőgazdasági beruházásoknak az értéke. Ezt az idejében szintén nem fogjuk tudni megismételni, de a vidékfejlesztési pályázatok kiírása most már megkezdődött. Idei év végéig jó néhány pályázati jogcím fog megjelenni. A miniszterelnökség, a Kismiklós államtitkársága ezen jelenleg is dolgozik, és én biztos vagyok benne, hogy ezek a források már a jövő évi beruházásoknál azok értékénél meg fognak jelenni. Amit mindig elmondok, mert nagyon büszke vagyok rá, hogy a külkereskedelmi mérlegben az agrár külkereskedelem döntő szerepet és meghatározó szerepet játszik. A kék oszlop az exportértékeket mutatja, most már évek óta tartósan 8 milliárd euró fölött van az agrárium exportértéke. Ez a nemzetgazdaság exportjának a 10%-át teszi ki.
Az import lényegesen kevesebb és nem növekedett olyan mértékben, mint az export, és a kettő különbözete pedig az aktívum, amely most már évek óta szintén 3-3,5 milliárd euró többletet mutat. Ugye említettem, hogy az exportérték a nemzetgazdaság exportjának 10%-át teszi ki, az aktívum, az agráraktívum ugyanakkor a nemzetgazdaság külkereskedelmi aktívumának a felét teszi ki. Ez egy óriási eredmény, amit ezen a területen az agrárium letesz a nemzetgazdaság asztalára. Az idei első fél éves számok is azt mutatják, hogy az előző évek kimagasló agrárexport és import egyenlegét tudjuk hozni várhatóan az idei évben is. Az orosz embargó hatását még természetesen érezzük, ennek főleg a közvetett hatását érezzük, mert a mi Oroszországba irányuló exportvolumenünk nem volt olyan nagyon jelentős, jelentős, de nem annyira, hanem inkább az okoz gondot, hogy amit más országok eddig Oroszországba vittek ki, az bennmarad egy jelentős része az unió piacán, és ez okoz problémát. Az ágazat termelési szerkezete, ebben semmi meglepetés nincsen, ez 15-ben is várhatóan ugyanígy fog alakulni, mint az előző években, hogy a gabonafélék ipari növények aránya meghatározó, az állattenyésztés olyan 33-34% körül mozog, és a szőlő borágazat pedig egy olyan 1,5-2% körüli arányt mutat. És akkor áttérve a konkrét szőlőbor témára, ugye a HNT által nyilvántatott terület 65 ezer hektár, a KSH-nál ennél valamivel nagyobb terület van, ami szintén nagyon fontos, és talán több helyen is meg fogom említeni, hogy az unióhoz való csatlakozásunk óta támogatással mintegy 20 ezer hektár szőlőültetvény megújítása megtörtént, korszerűsítése megtörtént, ez nagyon fontos dolog. Néhány adat a szőlőtermesztésről, az egyéni gazdaságok, a szőlőtermesztésben tevékenykedő egyéni gazdaságok a mezőgazdasági terület nem egész 1%-át művelik, ugyanakkor a termelési értékből közel 2%-kal részesednek, és ugyanez látható a társas vállalkozásoknál is ez a szám. Ami a bortermelést illeti, a kettős könyvételt vezető élelmiszeripari vállalkozások közel 15%-ának fő tevékenysége a borászati tevékenységgel foglalkozik, az élelmiszeriparon belül pedig a foglalkoztatás 4%-át adja a borászat, az ágazat kibocsátása meghaladja a 90 milliárd forintot, ami az élelmiszeripar 3%-ának felel meg. Lehet látni az előző évek hazai bortermelését millió hektoliterben, és az idei előrejelzést, ami most már többé-kevésbé véglegesnek is tekinthető majd, tehát valamivel több mint 3 millió hektoliter az idei bortermelés, ami figyelembe véve az előző éveket, úgy gondolom, hogy jónak mondható, mert a minőségről itt majd több szó lesz a mai nap folyamán, én úgy gondolom, hogy nem egy rossz évjárat lesz a 2015-ös. Statisztikailag egy főre vetítve 25 liter bort fogyasztunk, ugye ebben nyilván nincsen benne az a bor, amit én otthon megiszok a saját pincémbe, tehát ennél azért a valóság valamivel magasabb, de azért nem vagyunk élenjárók e tekintetben Európában, voltunk már ennél komolyabb borfogyasztók is. Hát ezt nem tudom messziről mennyire lehet látni, ez a táblázat a borexportot és importot mutatja 2008-tól idei első fél évig. Ami az exportot illeti, lehet látni, hogy olyan 600 ezer hektoliter az, ami beállni látszik, és az idei időarányos teljesítmény is ezt a várható 600 ezer hektolitert mutatja. Ami az importot illeti, 2011 óta, amikor rekord volt az import mennyiség, majdnem 800 ezer hektoliter, azóta folyamatosan csökken a borimportunk.
Ugye tavaly ez 370 ezer hektoliter volt, az idei évben várhatóan ez még kevesebb lesz, és külön ki van emelve az utolsó oszlopban az importon belül az olasz import, ami ugye a teljes importunknak mintegy 80-85%-át teszi ki, tehát lehet látni ugyanúgy, ahogy a teljes import csökken, folyamatosan 2011 óta úgy az Olaszországból származó import is folyamatosan csökken, és az idei évben is várhatóan lényegesen kevesebb lesz, mint egy 100 ezer hektoliterrel kevesebb lesz, mint az előző évben volt. Ez azért nem teljesen a véletlen műve. Ugye ebben azért az az együttműködés, ami a HNT, illetve a minisztérium között van, tehát azok a szabályzók, amiket sikerült beépítenünk, no meg a különböző hatósági ellenőrzéseknek a hatása azért itt érződik. Tudom, hogy még van tennivaló ezen a területen bőven, de egyértelmű az irány, hogy merre haladunk. A főbb célországok, ugye említettem, hogy durván 600 ezer hektoliter a teljes exportunk, ugye Németország, Csehország meghatározó, de lehet látni a többi országokat is, és Kína is megjelent már itt a táblázatban, és folyamatosan növekszik a Kínába irányuló borexportunk is, nyilván Kínába, meg Ázsiába, tehát a keleti nyitás jegyében, meg a déli nyitás jegyében nem tömegtermékekkel kell elsősorban nyomulni, hanem minőségi bortermékkel, választékbővítéssel. Akkor a támogatásokról szeretnék néhány szót. Ugye a vidékfejlesztési programokhoz képest a borászatban a támogatási időszak másképpen működik. Itt ugye 14-18 közötti időszakról beszélünk, ami jelenleg érvényben van, ami 13. október 16-ától kezdődik. És ebben az időszakban Magyarországon 145,5 millió euró kerülhet felhasználásra, ugye az évi bontásban majd erről lesz egy tábla, ez 29 millió eurót jelent. Ilyen mértékű támogatásban az ágazat még soha nem részesült. Ez a 29 millió euró évente, ez ugye forintra átszámítva mintegy 8,5 milliárd forintot tesz ki. A jogcímek közül a legjelentősebb a az ültetvénytelepítés korszerűsítés szerkezet átalakítás, amelynek az összege 119 millió euró. És ugye eddig az MGA-ból, tehát a garancia alapból kaptak a borászatok fejlesztésre beruházási, támogatási lehetőséget. Már én szerintem a gazdákat nem nagyon izgatja, hogy most az MGA-ból vagy az MVA-ból, tehát a vidékfejlesztés alapból kapják, de ez nekünk egy fontos dolog, mert ugye más források vannak, és még az MGA például a minisztériumunkhoz tartozik, addig az MVA a miniszterelnökséghez tartozik, tehát más szempontból is érdekes. De lényeg az, hogy az MGA-ban rendelkezésre álló forrásokat kimerítettük, a megnövekedett igényeket is, majd ezt is be fogom mutatni, ki tudtuk elégíteni átcsoportosítással. Na itt van ez a táblázat, lehet látni, hogy a szerkezet átalakításra, ültetvénytelepítésre van a legnagyobb összeg, 119,5 millió euró, ugye mindösszesen, amit említettem, 145,5 millió euró, és éves szinten ez a 29 millió euró. Promócióra van mintegy 6 millió euró, és a beruházások, ugye, ami eddig az MGA-ból, a garancia alapból mentek, az itt futott ki. Tehát ez volt az idei év, amikor meg tudtuk emelni, mert eredetileg 4 millió euró volt ide betervezve, de itt szintén a Hegykösségek Nemzeti Tanácsával és a borászati szakma képviselőivel meg tudtunk egyezni abba, hogy a beérkezett teljes borászati beruházási igényt ezekkel az átcsoportosításokkal ki tudtuk elégíteni. És még a melléktermék lepárlásra áll rendelkezésre támogatás. Tehát ugye említettem ezt a 20 ezer hektárt, ez 41 milliárd forintos támogatást jelentett. És szintén említettem, hogy a 119 millió euró volt a legnagyobb összeg, ami az ültetvénytelepítésre rendelkezésre állt. Tulajdonképpen jó hír is, meg rossz hír is, hogy ennek a nagy része azonban már lekötésre került. Tehát jó hír azért, mert éltek ezzel a lehetőséggel, a rossz hír meg azért, mert elfogyott gyakorlatilag a pénz. Tehát a 119 millió euróból 103 millió már lekötésre, illetve nagy része kifizetésre is került. Tehát itt már minimális összeg áll rendelkezésre. Éppen ezért nemrégiben rendeletet is módosítottunk szintén. Gyakorlatilag minden intézkedésünk, ezt többször fogom mondani, a szakmai szervezettel, a szakmaközi szervezettel leegyeztetésre került.
Az egyéni tervet a még maradék ültetvény telepítésre úgy volt, hogy november 2-ától, de sajnos a rendelet érkeztetése csúszott, végül is november 16-ától december 15-éig lehet benyújtani a maradék összegekre, és a rendeletben egy olyan változást hajtottunk végre, hogy az általány támogatás összegét a telepítésre 25%-kal csökkentettük, annak érdekében, hogy ez a kevés pénz, ez több termelőhöz tudjon eljuttatni, ez is le volt egyeztetve a szakmával. Kivétel van, tehát ahol nem volt az általány támogatás csökkentése, ahol nem kerül bevezetésre, ezek a világörökség részét képező területek, ez gyakorlatilag Tokajt és Sopront fogja érinteni, és lehet látni a vonatkozó rendeletet. Említettem, hogy az MGA-ból kifutott a borászati beruházások támogatásának a lehetősége, viszont ugyanez bejön az MVA-ban, tehát a vidékfejlesztési forrásoknál, mégpedig egy úgynevezett címkézet forrás áll rendelkezésre, ami azt jelenti, hogy erre csak a borászok pályázhatnak, 20 milliárd forintos összegről beszélünk, erre kizárólag a borászati beruházásokkal lehet majd támogatást benyújtani. Ugye ezen a miniszterelnökség jelenleg is dolgozik. Tudomásom szerint jövő első fél évben jönnek ki majd a borászati jogcímmel erre a 20 milliárd forintra, hogy mivel lehet támogatni. Hát nyilván nagyjából ugyanazokra, amire eddig, tehát új gépek, berendezések és különböző ilyen számítógépes dolgok, általános költségek, immateriális beruházások. Tehát ezt mondom még egyszer, a miniszterelnökségtől kapott információ alapján ez valamikor jövő tavasszal jön majd ki, első fél év, második negyed év környékén. És akkor a további támogatási rendszerekről nagyon röviden, ugye a területalapú támogatás, erről már sokszor beszéltünk, az gyakorlatilag megmarad, szabszelven működik, tehát ugyanúgy, ahogy 2015 előtt, ugye erre az egységes kérelmet már benyújtotta mindenki, gondolom, és ugye a normál rendszerben van alaptámogatás, meg van a zöldítési támogatás, ez felel meg a korábbi területalapú támogatásnak, de ugye a szőlőültetvények esetében ezzel a zöldítéssel nem kell foglalkozni. Ami fontos változás, hogy az ültetvényeknél eddig 0,3 hektár volt a minimum terület, ez 1 hektárra emelkedett a brüsszeli szabályok alapján. A támogatási összegek nagysága az már ismert, a sajtóban is többször foglalkoztunk vele, az előleg fizetése megkezdődött. November elejéig, november közepéig szeretnénk az alaptámogatási összegek előlegét, amit viszont 70%-ra megemeltünk, kifizetni, és hát a zöldítést, akit érint, az pedig november második felében számíthat a zöldítés előlegére. Lehet látni a nagyságrendeket. Az volt a célunk a támogatási rendszer felépítésénél, meg a különböző tengelyek közötti átcsoportosításnál, hogy nagyságrendileg maradjon meg az alap plusz zöldítési támogatás utáni összeg, az egyezzen meg nagyságrendileg a korábbi szabszalapú támogatással, tehát ez durván árfolyamtól függően egy olyan 70 ezer forint hektáronként. Ehhez jön a fiatal gazdák kiegészítő támogatása. Több mint 10 000-re jelentkeztek be erre a fiatal gazda kiegészítő támogatásra, ami ugye maximum 90 hektárig vehető igénybe. Legtöbben Szabolcs-Szatmár megyében, illetve Bács-Kiskun megyében jelentkeztek be erre a fiatal gazda kiegészítő támogatásra, ami gondolom az itt élőknek jó hír, hogy vannak fiatalok, akik mezőgazdaságra adják a fejüket. Elnök úr érintette az AKG támogatást, csak meg tudom erősíteni, hogy ez a jövő évtől fog újra működni, és november 7-e és december 7-e között van lehetőség a benyújtására, és szintén megerősítem azt, hogy nyilván annak nem örültek az érintettek, hogy tavaly nem működött az AKG, de ez elsősorban likviditási problémákat okozhatott, mert egyébként az az összeg, amit kiharcoltunk Brüsszelbe, most ha jól emlékszem 190 milliárd forintos nagyságrend az AKG, az annyi a különbség, hogy nem 7 évre, hanem 6 évre megy szét. Tehát az az összeg ugyanakkora marad, ami ilyen jogcímen kifizetésre kerül. De azért egy dolgot hadd jegyezzek meg magunk között szóval.
hogy az AKG az nem arra lett kitalálva Brüsszel által, hogy az extra jövedelmet jelentsen, aki ezt a támogatást igényli. Az AKG az egy többlet ráfordítást igénylő befektetés, aminek többlet költsége van, vagy pedig bevétel kiesést okozó befektetés, és az az AKG támogatás ezt a többlet költséget vagy bevétel kiesést hivatott kompenzálni. Persze, hogyha valaki ügyesen csinálja, akkor marad abból valami, ezt én tudom, meg tiszta vagyok vele, de ez nem erre lett kialakítva, vagy erre lett kitalálva. A másik dolog, igazából ezek a elnézést, fenntarthatósági szempontok, meg környezetvédelmi szempontok, ugye az új közös agrárpolitikában, a támogatási rendszerben sokkal erőteljesebben jelennek meg, mint az előző 7 évben. Nagyon sokan szoktak nekem ezért panaszkodni, hogy miért van ez, meg minek ez. A helyzet a következő. Ez volt a közös agrárpolitika folytatásának az ára. Tehát a befizető országok ahhoz kötötték, hogy hajlandók továbbiakban is finanszírozni a közös agrárpolitikát, aminek egyébként Magyarország a haszonélvezője, hogyha ezek a környezetvédelmi meg fenntarthatósági szempontok fokozottabban érvényesülnek, tehát az a zöldítés, meg az AKG, meg ezek a szempontok, ezt így tudják eladni otthon a saját adófizető polgáraiknak, hogy nem csak mezőgazdasági termelésről van szó, hanem annál többről, mondjuk a jövőnkről. Úgyhogy ezért vannak ezek a rendszerek. Ökológiai gazdálkodás is ugye érinti a jelenlévőket, az egy 60 milliárdos csomag. Ugye az idei év, majd a professzor asszony gondolom erről beszél, azért a tavalyihoz képest lényegesen más volt. Ugye tavaly a sok csapadék volt a gond, most más gondok voltak. A felvásárlási árakkal ugye indulás előtt voltak komoly gondok, aztán ez olyan 100 forint per kilogramm körülre emelkedett, és hát ahogy említettem az elején is, tehát mind a mennyiség, mind a minőség alapján az átlagosnál jobb évvel kalkulálunk. A termés átlag 84 mázsa per hektár, ugye tavaly ez valamivel kevesebb volt, és már erről a 3,3 millió hektoliter borról beszéltem. Intézkedésekre már utaltam, hogy folyamatosan kapcsolatban vagyunk a különböző szervezetekkel, elsősorban a HNT-vel, és a javaslatokat együtt dolgozzuk ki, együtt beszéljük meg, és hogyha úgy látjuk, akkor megyünk Brüsszel felé. Ezen intézkedések hatása remélem, hogy érezhető. Itt ezekből néhány dolgot villantottam föl. Én amikor visszajöttem a szabadságról, az első hír az volt, hogy a Szőlőtermesztők Érdemi Szövetsége talán valami sajtótájékoztatót tartott, vagy sajtónyilatkozatot tartott, és jelezte a különböző problémákat, amit, ha jól emlékszem, a 8 pontban foglaltak össze. Én akkor azonnal felvettem a kapcsolatot velük, és személyesen tárgyaltuk át ezeket a pontokat, és végigbeszéltük, hogy mit tudunk tenni, mi az, amit a HNT-re bízunk, mi az, amit esetleg Brüsszellel kell megtárgyalni, illetve mi az, ami pont brüsszeli szabályok miatt egyáltalán nem tudunk befogadni. Ezeket próbáltam itt felvillantani. A származási hely egyértelmű feltüntetése, a különböző tagállamokból származó borok százalékos aránya, hogy feltüntetésre kerüljön a címkén. És mondom, jó néhány dolgot a HNT-nek adtunk vissza, hogy vizsgálják még meg, és amennyiben úgy találja a HNT, hogy az elemzések után ez a borásztársadalomnak fontos, akkor a minisztérium nyitottságot mutat arra, hogy törvényt módosítsunk, illetve törvénymódosítást kezdeményezzünk. Szóba került a más tagállamokból származó, tehát az importborok és a magyar származású borok házasításának a tiltása, hogy ezt is ugye meg kell vizsgálni, és mondom, jó néhány uniós dolog is. A dömpingeljárás az például olyan szabály, ami uniós szabály, tehát azzal nem nagyon tudunk mit kezdeni. Tehát igazából itt az a lényeg, hogy folyamatosan együttműködünk az ágazattal, az ágazat szereplőivel, az érdekképviseletekkel, és próbáljuk a lehető legjobbat kihozni.
Szintén Font elnök úr említette a károkat, amit önöknél is megjelent, és a kárenyítési rendszerünket, ami 2012 óta működik. Valóban én úgy gondolom, hogy az unión belül az egyik legjobb ilyen jellegű rendszer, bár minden évben foglalkozunk a parlamentben vele, hiszen minden évben valamilyen módosítást végrehajtunk, most legutóbb az őszi fagykárt hoztuk be a rendszerbe, illetve a hozamérték kiesés számításánál a hozamérték, ugye eddig a hozamérték kiesés eddig 30%-os határon volt, ezt levittük 15%-ra, hogy a kárenyítési rendszerben minél többen be tudjanak lépni. Nagyon fontos, hogy kár enyhítésről van szó, ami nem keverendő össze a kár térítéssel. Tehát az enyhítés a keletkezett károknak csak egy részét kompenzálja, nem megyek bele a szabályokba, nagyon bonyolult. Lényeg az, hogy eleve az uniós szabályok alapján a 80% a plafon, ami ugye a kárenyhítési juttatásnál figyelembe vehető. Lehet látni, hogy a rendszerben résztvevő tagok száma az folyamatosan növekszik, illetve az érintett terület is folyamatosan növekszik, és amennyit a termelők befizetnek, ugyanannyit tesz hozzá az állam, tehát durván ez egy 4-4 milliárd forint, tehát egy évben egy olyan jó 8 milliárd forintos alap képződik. Ami a jó hír, hogy az előző évek felhasználása után lehet látni minden évben, hogy hány milliárd forint került kifizetésre, maradt az alapból, és összesen jelenleg 21 milliárd forint áll rendelkezésre a kárenyítési alapba. Tehát ekkora pénz még soha nem volt Magyarországon a kárenyítési alapba. Én ezért bízok abban, hogy ez a 21 milliárdos összeg a jogos és bejelentett, mert ugye 15 napon belül be kell jelenteni a kár esemény megtörténtét a falugazdászhoz. Tehát a jogos igények kielégítése ebből a 21 milliárdból teljes körű lehet. Itt lehet látni az utolsó jelentéseket a kárenyhítési rendszerben. Összesen 202 ezer hektárra jött be eddig kárenyhítési igény. A miniszter úr az aszálykárral kapcsolatos jogszabályt, hogy a legnagyobb az aszálykár 120 ezer hektárról van szó. Ez talán már meg is jelent azóta, az múlt héten írta alá talán, és a referencia árakat is, amivel a kár a hozamérték kiesés lehet számolni, úgy tudom, hogy ezt is talán a jövő héten írja majd alá. A lényeg az, hogy az aszálykár a legjelentősebb, de ott van a jégesőkár is 51 ezer hektárral, ami önöket is, itteneket is közelebbről érintette, de megjegyzem, hogy május 25-én talán Szabolcs-Szatmár megyében is nagyon komoly jégkárok voltak, úgyhogy a rendszerben, akik bejelentkeztek, azok számíthatnak arra, hogy meg fog történni a kárenyhítésük. A határidők betartása az nagyon fontos, tehát itt ez egy unió által notifikált, tehát jóváhagyatott rendszerről van szó, attól nem tudunk eltérni, de tényleg én is azt tudom mondani, hogy a falugazdászok képbe vannak teljesen, tehát bátran forduljanak hozzájuk. Ja, vannak különböző hitelkonstrukcióink, amit idén februárban leporoltunk, és új keretekkel, egy 29 milliárdos keretösszeggel meghirdettünk. Ez az MFB Agrár Forgóeszközhitelprogram, a TÉSZ Forgóeszközhitelprogram és az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámla Hitelprogram. Itt a kamattámogatást a korábbi 50%-ról 60%-ra emeltük. De pontosan a jégesővel érintett települések számára hoztunk egy olyan döntést, erről a jogszabály megjelent már, ahol a települések föl vannak sorolva, emlékezetem szerint legalább 200 település is, ebben Soltvadkert meg környéke is benne van. Tehát akik ilyen hitelprogramokkal bírnak, vagy ilyeneket terveznek fölvenni, azok gyakorlatilag teljesen költségmentesen kapják meg ezeket a hiteleket. Tehát azok a települések, amelyek föl vannak a mellékletbe sorolva, ezek azok a települések, akik a komoly jégkárokat szenvedték. Tehát az a lényeg, hogy nulla kamatköltség, nulla ráfordítással vehetik igénybe ezeket az egyébként kedvezményes hiteleket. Nem tudom, hogy tavaly beszéltem-e erről a dologról, remélem, hogy önök ezt jól ismerik. Most már idén július 1-től vezettük be a munkahelyvédelmi akcióprogram keretében.
Volt egy, ugye munkáltatókat egy 27%-os mértékű szociális hozzájárulás terheli a dolgozók után. Eddig is volt kedvezmény, de csak a 25 év alatti, meg az 55 év feletti foglalkoztatottakra. Ezt most kibővítettük idén július 1-től, hogy gyakorlatilag mindenkire vonatkozik, tehát a 25 és az 55 év közöttiekre is. Ez a kedvezmény, ami azt jelenti, hogy a 27%-os szociális hozzájárulásból 14,5% pontot vissza lehet igényelni támogatásként. Ez mondom, idén július 1-től működik. És éves szinten, ha majd jövőre teljes évben fog működni, ez 6 milliárd forintos támogatást jelent a mezőgazdaságnak. És akkor ugye jó bornak is kell a cégér, még a Nemzeti Borkiválóság programról néhány dolgot. Az a lényeg, hogy egész országra kiterjedő borvidéket, szőlőfajtákat, borászatokat bemutató programról van szó, és én úgy gondolom, hogy egy sikeres programról van szó. Ez egy nagyon komoly promóciós lehetőség, tulajdonképpen egy iránytű a fogyasztóknak, borválasztásban, pincészetek megismerésében, és vonatkozik mind a belpiacra, mind pedig ugye angol nyelvű kiadványon keresztül a külföldi piacokra is. Erősíteni szeretnénk ezen a területen, erre komoly források állnak majd rendelkezésekre, hogy harmadik országok piacán is meg tudjunk jelenni. Nem tudom, ezek a kiadványok eljutottak-e ide, nagyon ízléses, esztétikus kiadványok, tehát tényleg jó kézbe fogni, és rengeteget lehet belőle tanulni is. Én tisztelettel szeretném megköszönni a figyelmüket, és azzal szeretném befejezni, hogy aki Márton napján nem iszik új bort, az egész évben szomjazni fog. Ez vonatkozik a libára is, aki Márton napján nem eszik libát, az meg egész évben éhezni fog. Én azt kívánom, hogy ne éhezzenek és ne szomjazzanak, és eredményes gazdasági évet kívánok önöknek a jövőben is. Köszönöm szépen!